Két férfi járt a Tolna megye kis településeit 2016-ban, és különféle ürüggyel jutottak be idős emberek házába. Miközben az idős beteg háztulajdonos töltötte a vizet, vagy éppen kereste a kerti szerszámot, az első rendű vádlott spórolt pénz után kutatott, ami rendszerint elő is került az ágyból, lepedő alól, vagy éppen pénztárcából. Dombóváron azonban rosszul választottak az elkövetők. Egy helyi sírköveshez mentek be, aki gyanút fogott, és amikor észrevette, hogy eltűnt a spórolt pénze, feltartóztatta egyikőjüket, és addig nem is engedte el, míg vissza nem kapta az ellopott pénzt. Ezután a dombóvári vállalkozó egy arra járó rendőrautót leintett, így sikerült elkapni a két férfit. A Bonyhádi járás bírósága 35 éves első rendű vádlottat 2 év börtönre ítélte, a börtönbüntetés végrehajtását 5 évi próbaidőre felfüggesztette. Mivel társa fiatalkorú volt, ezért kiskorú veszélyeztetése miatt is bűnösnek találták a kisvegei férfit. A szexádi törvényszék másodfokon a felfüggesztés próbaidejét 3 évre levitte, és elrendelte a pártfogó felügyeletét. A büntetés kiszabásánál a törvényszék nagyobb nyomatékkal értékelte enyhítő körülményként azt, hogy az elsőrendű vádlott a cselekmények elkövetésekor enyhe fokú mentális retardációban szenvedett, így a beszámítási képessége korlátozott volt. A másodrendű vádlottat 140 óra közérdekű munkára ítélték. A két kisvegyei férfi több mint fél év alatt összesen több mint 500 000 forintot lopott el idős emberektől.